A nyáron a szabadságom alatt volt időm délvidékre látogatni, és nem csak Temerinig mentem, vagy akár Péterváradig, hanem sikerült a Bánság keleti részére is eljutnom Versec Fehér templom környékére. Fehér templom az a vidék, ahonnan Mádáspak család származik, Mádáspak Viktor és családja. Őróla és a családjáról délután Harkán hallhatnak előadást Domonkos László előadásában. Hazafelé jövet, gondoltam én, hogy most már mindenképpen el kell, hogy jussak Izsákra, Kecskemét mellé, és ez a 20 km kitérő nem gond. És ez így is volt, eljutottunk Izsákra, és sikerült végre meglátnom azt az emlékművet, amit a Rongyos Gárda tiszteletére, illetve az Alföldről, Izsák környékéről elszármazott harcosok emlékére állított az Izsáki Erdélyi Kör, Nagy Árpád református lelkész vezetésével, és nagyon nagy élmény volt. Mindenkinek ajánlom és javaslom, ha az Alföldön jár, akkor Izsákra térjen be és nézze meg ezt az emlékművet. Éppen ezért, hogy én ott jártam, és megtudtam azt, hogy ki volt az emlékmű állításának kezdeményezője, felhívtam a református lelkész urat, és megkértem arra, hogy ha van ideje és módjában áll, akkor jöjjön el az idei Rongyosgárda emléknapra, és szóljon az itt jelenlévőkhöz. Úgyhogy szeretném a színpadra szólítani Nagy Árpádot, az izsáki református közösség vezetőjét és az izsáki Erdélyi Kör tagját. Kérem, mondja el ünnepi beszédét. Tisztelt emlékezők, hölgyek és urak, kedves testvérek és atyák! Köszönöm először is a felkérést és a megtiszteltetést, nem elsősorban a szokásrend módján, hanem két olyan okból, ami rendhagyó. Egyrészt a magát megnevezni nem akaró Spaller Erika szerintem elég komoly kockázatot vállalt azzal, hogy zsákba macska módján engem ide meghívott, mert honnan tudhatta volna, hogy mit vásárol be magának, úgyhogy így is megtisztelő a bizalom. Másrészt azért is, mert ha szabad egy kicsit röviden gyónni így néhány tábla szalonna együttes leadása után a csapattársakkal, egy félig meddig ifjú vagy gyerekkori álmom teljesül, mert amikor kezdtem én is ráébredni arra, hogy milyen otromba és gyalázatos módon körbe szabták ezt a hazát, akkor emlékszem, hogy eljátszottam azzal a gondolattal, hogy milyen nagy dolog volna, ha csak egy kicsi morzsányit is valahol sikerülne visszaszerezni, és az micsoda megbecsültségnek örvendhetne, és milyen nagy reménységgel őriznénk akár egy talpalatnyi földet is a régi hazából, ha volna bennünk annyi mersz. És aztán, vagy másfél évtizede Izsákra kellett kerülnem az Úristen rendeléséből, és akkor jöttem rá igazán, hogy Nagyváradon is sok mindent meg lehetett tanulni, ha nem is az iskolában, de arról a Rongyos Gárdáról, amelyikről ott hallottam először behatóan, nem tudtam semmit, és akkor kellett ráébrednem, hogy ez az én régi álmom valójában már teljesült. Csak elhallgatják előlünk, és ezért is megtiszteltetés, hogy most ezen a helyen szólhatok mindazokhoz, akikkel így lelkiképpen is egyek vagyunk ebben a gondolkodásban és hitvallásban. És azt kell mondanom, hogy mindaz, ami a mai napnak talán maradandó útvalója, ahogyan én átgondoltam mindezeket, két fő hangsúllyal fogalmazódik meg bennem, két kérdés. Az egyik kérdést úgy vezetném fel, amivel valószínűleg mindannyian egyetértünk, hogy ez a nap és mindaz, ami emlékeztet minket a régi hősökre, arra is tanít, hogy máig tartó küzdelem ez. Némelyek azt gondolják, hogy eljövünk, hozunk egy szál virágot, vagy letesszük az emlékezés koszorúját, és nagy tisztességgel vagyunk, de a jobban belegondolók már tudják, hogy ez a harc nem ért véget. Máig tart és tétje van. Tétje van, amire utalnak az elhallgatások,
utal az, ahogyan és amilyen körülmények között nekünk sokszor ünnepelnünk kell, akárhogyan hallottam a szerzőktől éppen Harkán is. És az a tétje egyrészt, ahogy a régi kuruckori nóta mondja, vagy így teszünk, vezettessed magadat, szembekötve vakon, elfajult testvérittől csinált állutakon, kik őseink hamvait rútul megtagadták, aranyszabadságunkat aranyon eladták, azóta újítottak néhányan eurón és dolláron is el tudják, hogy megtudjad és megérezd, amit sokan nem éreznek, hogy szabadság és a rabság miben különböznek. Vagy megmaradunk azok, akik voltunk. És ez az egyik kérdés. Megmaradunk-e azok, akik voltunk? Olyan bátor, hazaszerető magyaroknak, mint voltak azok a maroknyian, akik annak idején az első ágfalvi csatához 120-an eljöttek a Duna-Tisza közéről, akik a bő egy hónapnyi harc alatt, amikor a legtöbben voltak, sem voltak számosabban, talán 3000 főnél több mint 200 kilométer hosszú arcvonalon, és abból az 1000 éves határokkal határolt hazából, amelyben valami módon eljutott akár csak egyőjükhöz is a hívó szó, ahogy az előttem szóló is említette, bár nem volt módunk összebeszélni, 4-5 évnyi viaskodás után is fegyvert fogtak, hogy az emberileg reménytelen dacára is őrizzék azt, ami szent és sérthetetlen volt a számukra. Abból a fajta emberi példaadásból, amelyik akár Híjas Iván nevét említjük, akár sokszor ismeretleneket, jó példa volt egészen vad és harcszomjas albán, bosnyák, horvát harcosoknak is, akik ragaszkodtak ezekhez az emberekhez, és az első szavukra jöttek és áldozták az életüket is, ha kellett, a magyar hazáért. Leszünk-e ilyen értelemben bátrak? Nem azzal a fajta vak és vakmerő bátorsággal, amelyel a cigány lova se vak, csak bátor, és úgy megy neki a falnak, hanem azzal a bátorsággal, amelyik egyrészt kitartó tájékozottság mindazokból a példaadásokból, amelyek lelkileg összekötnek minket a múlttal és elhatnak a máig, amelyekből íme megszületik akár egy ilyen nem is egy maréknyi, hanem több maréknyi, nem is olyan régóta fiatal nemzetség, akiket nem tanítottak erre az iskolába, és ha jól sejtem, nem is adnak érte jutalékot, hogy ma itt vannak és itt vagytok. Az a bátorság, amelyik ebből leszűri annak a bizonyosságát, akár ezek a harcok is ékes bizonyságai, hogy bizony nagyobb őriz minket. Lehet, hogy itt holmi hatalnak, új és régi Szovjetuniók döntenek felettünk, vagy döntést vélnek hozni nélkülünk, mégis nagyobb az, aki őriz minket, mert ez az egy hónapnyi harc sem hozhatott volna ilyen sikereket és áldásokat, hogy az egész őrvidéket visszafoglalják a hazának, ha nem lenne bizonyos, hogy nagyobb őriz minket. És ha valóban így van, akkor az erőt adhat és bátorságot nekünk a küzdelmekhez, ahhoz is, hogy a sokszor üres módon forró fejűekkel dacoljunk, akik sokszor többet ártanak nekünk, mint az ellenségeink, akikre aztán mindig lehet hivatkozni. Dacolhatunk azokkal a középutasokkal, mert ugye sokszor szoktunk azon siránkozni, hogy íme mennyire magunk vagyunk ma is itt. És nem képviselteti magát az állam, és nincsenek itt fontos elvtársék. Vajon biztos, hogy jó lenne, hogyha ezekre a megemlékezésekre is rátenné a kezét a nagy és láthatatlan hatalom, hogy aztán megmondja nekünk, hogy kik és mi módon voltak hősök, és mi mihez szabjuk magunkat, és meddig menjünk el. És dacolhatunk továbbra is az ellenségeinkkel, akik vannak bőven, de ez a bátorság medret és formát ad annak a hazafiságnak is, amelyik lehet, hogy sokféleképpen elkoptatott szó sokak számára, de azt gondolom, hogy elsősorban kötődés,
ahogyan íme valami láthatatlan szálak és hívó szavak kötnek minket össze, ahogyan ideértünk ma a felvidéktől a délvidékig, a homoki székelyek Csonka Közép-Magyarországától a délvidékig, és aki ezt tudatosan munkálja, aki vallja valami módon azt, amit Horváth Sándor, a Kárpátalja költője így fogalmaz meg, hogy a haza az nem csak nem eladó, és aranypénzre sem lehet váltani, hanem lelked része, amelynek tologathatják ide-oda a határaid, de azt beléd véste a lelkedbe ezer éve a hit. Ez a fajta meggyőződés és kötődés az, amely össze is fog tartani minket, és ha az, aki nagyobb nálunk, hiszem, hogy tovább munkálkodik, hiszem azt is, hogy leszünk számosabban is. És ez megteremheti bennünk annak az áldozatkészségét, amelynek csiráit, hála Istennek, láthatjuk már most is, hogy valóban mindent odaáldozhatok. Ha egy személyben beszélek, ha együtt szólunk is az előttünk jártak példája szerint, mert van valaki, aki jobb hazát is készített nekünk, és ezt se felejtsük el. Mi nem szélmalomharcot vívunk, nem egyszer majd lesz valahogy, amikor már nincs erőnk, és földobjuk a talpunkat, hanem azzal a reménységgel és küldetéssel küzdünk, hogy nekünk jobb hazát is készített az Isten. És ez a másik kérdés. Maradunk-e, akik voltunk, és leszünk-e az Isten népe? Leszünk-e úgy az Isten népe, hogy minden ciráda nélkül azt mondjuk, hogy jóra igyekvők? Nem olyan jóra, amit mi találtunk ki, mert sok ilyen jó tenyészik ma a világban, nagyon jó lerohanni és elfoglalni idegen népeket és országokat, mert az olcsó és ingyen való kőolaj a legjobb, a még jobb fegyverüzletekről már nem is beszélve, de kinek jó az még? Nem a magunk által kitalált jóra igyekvők, hanem a megismert jóra. Arra a jóra, amit íme, anélkül, hogy mi korábban sokak ismertük volna egymást, mégis egy hívó szó idehozott minket, és egy módon látunk és gondolkodunk. És ez is annak a bizonysága, hogy csak egy van, aki jó, de ő jó, és hozzá szabhatjuk magunkat, aki teremtett, aki megtartott, és bölcsen igazgat mindeneket. És éppen ezért mondom azt biztatásul, hogy bizony van remény ma is, mert ma is úgy van, hogy a költő mondja, hogy a haza te magad vagy, és ő pedig eljövendő. Isten óvja a hazát. Köszönöm, hogy meghallgattak. Megkértem arra, hogy ha van ideje és módjában áll, akkor jöjjön el az idei Rongyosgárda emléknapra, és szóljon az itt jelenlévőkhöz. Úgyhogy szeretném a színpadra szólítani Nagy Árpádot, az izsáki református közösség vezetőjét és az izsáki erdélyi kör tagját. Kérem, mondja el ünnepi beszédét. Tisztelt emlékezők, hölgyek és urak, kedves testvérek és atyák! Köszönöm először is a felkérést és a megtiszteltetést, nem elsősorban a szokásrend módja. A nyáron a szabadságom alatt volt időm délvidékre látogatni, és nem csak Temerinig mentem, vagy akár Péterváradig, hanem sikerült a Bánság keleti részére is eljutnom Versec Fehér templom környékére. Fehér templom az a vidék, ahonnan Mádesbak család származik, Mádesbak Viktor és családja. Őróla és a családjáról délután Harkán hallhatnak előadást Domonkos László előadásában. Hazafelé jövet, gondoltam én, hogy most már mindenképpen el kell, hogy jussak Izsákra, Kecskemét mellé, és ez a 20 km kitérő nem gond.
és ez így is volt, eljutottunk Kizsákra, és sikerült végre meglátnom azt az emlékművet, amit a Rongyos Gárda tiszteletére, illetve az Alföldről, Izsák környékéről elszármazott harcosok emlékére állított az izsáki erdélyi kör Nagy Árpád református lelkész vezetésével, és nagyon nagy élmény volt. Mindenkinek ajánlom és javaslom, ha az Alföldön jár, akkor Izsákra térjen be és nézze meg ezt az emlékművet. Éppen ezért, hogy én ott jártam, és megtudtam azt, hogy ki volt az emlékmű állításának kezdeményezője, felhívtam a református lelkész urat, és